Azokat szeretnénk bemutatni a megyenapokon, akik szépet, tartalmasat alkotnak. Minőségi rendezvényekben gazdag 8 napot kínálunk a megye lakosságának és a vendégeknek egyaránt, jelentette ki Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke a 12. Hargitai megyenapok nyitó sajtótájékoztatóján május 5-én délelőtt. Hargita megye tanácsa az alintézményei közreműködésével, a helyi önkormányzatokkal összefogva civil szervezetekkel közösen 2016. május 5-e és 13-a között szervezi meg a rendezvény sorozatot a Hargita megyei kulturális központ koordinálásával. Idén több mint 100 intézmény, illetve szervezet vesz részt a szervezésben, és ennél jóval több programmal várják az érdeklődőket, mint egy 50 településen. A program sorozat idei fő témája az ifjúság. Ifjúság értett szlogennel. Ezt fejtette ki Borboly Csaba Ferenc Angélával, a kulturális központ vezetőjével együtt. A megyeelnök elmondta, hogy Zsombori Vilmos korábbi megyeelnök volt a megyenapok kezdeményezője, aki a magyarországi Somogy megye példája alapján teremtette meg nálunk e hagyományt. A Hungarikum törvénynek köszönhetően egyre több értéktárat mutatnak be, a megyenapok pedig szeleteket kínál a térség értéktárából, hangsúlyozta Borboly Csaba. Közölte, hogy idén 10 éves a Bács-Kiskun megyével szervezett egészségügyi szűrőprogram, a jubileumi ünnepséget május 11-én tartják Székelyvarságon. A megyenapok fókuszára térve Borboly Csaba megjegyezte, hogy sok szó esik a közbeszédben beruházásokról, de kevés a fiatalokról, ezen szeretnének változtatni ezzel a rendezvénysorozattal is. Egy hagyományunk van, amivel gazdagabb a megye, Hargita megye, hogy minden évben megszervezzük a pünkösdet megelőző héten a megyenapokat, és ennek a keretében szeretnénk bemutatni az értékeinket. Nagyon sokan látogatnak ebben az időszakban Hargita megyében, sokan jönnek haza a rokonokhoz, vagy egyáltalán látogassák Székelyföldet. Mi azt szeretnénk, hogy ne csak kellemes környezetben, jó helyen aludjanak, étkezzenek, hanem tartalmas programokat is kínáljunk számukra, de ugyanakkor ez évben kiemelten célpontként kezeljük a fiatalokat, hisz azt szeretnénk, hogy minél jobban ide gyökerezzenek, minél erősebb identitásuk legyen, minél erősebb, hát minél inkább érezzék a fontosságát annak, hogy itt szülőföldön milyen sok érték van, és sőt, közülük is nagyon sokan értéket teremtenek, és e tekintetben a megye héten hát a tartalmas, felelős és nagyon hasznos szórakozásra, kikapcsolódásra nyújtunk számukra lehetőséget, illetve azokra közülük, akik különösen rendelkeznek, különösen tudnak, szépet, értékeset, azoknak meg bemutatkozási lehetőséget biztosítunk. Ugyanakkor kicsit próbáljuk erősíteni a hétköznapok forgatagában azért azt a gondolkodásmódot is, hogy azért a napi munka, a napi gondok mellett figyeljünk oda egymásra, kicsit szusszanjunk meg, és a megyehét az mindenkinek, nem csak a fiataloknak, hanem a családoknak, a szépkorúaknak is tartalmas kikapcsolódási lehetőséget fog biztosítani. Úgyhogy bízom benne, a több mint 100 eseményen itt Hargita megyében, több mint 50 településen, ami megszervezésre kerül, hát mindenki meg fogja találni számára azt, ami legkedvesebb, és ahol legjobban tudja magát érezni azokban a percekben, órákban. Ferenc Angéla ismertette a rendezvény sorozatot, valamint a magyar és román nyelven megjelent műsorfüzetet. Felhívta a figyelmet a benne található térképre, amely eligazít az események helyszínére. Leginkább ajánlanám a május 7-én tartandó Tájházak napja Hargita megyében rendezvény sorozatot, hiszen ezen a napon azok a tájházak, gyűjtemények, amelyek a megye területén találhatók, kinyitják a kapuikat, és különféle tevékenységekkel, programokkal, meglepetésekkel várják az odaérkezőket. A programajánlót térségenként rendezték a füzetben, ezek közül Ferenc Angéla kiemelt néhányat. Új kezdeményezés a Székelyföldi Nemzetközi Könyvvásár, amely több mint 30 kiadót sorakoztat fel 3 napon keresztül Csíkszeredában. Ennek alkalmával pénteken 13 órától villámcsődületet szerveznek, várnak mindenkit egy könyvvel a kezében a Szabadság térre. A menedzser külön említette az Édesanyák hetét és a Caritas rendezvényeit, továbbá a kiállításokat, a Csíki Székely Múzeumban szombaton megnyíló csontvári kiállítást, a Székely udvarhelyen a Kossuth utcában május 5-e és 13-a között látható,
Ifjú közelben című szabadtéri fényképkiállítást a Mártonáron emlékév keretében megrendezett a püspök életművét bemutató ditrói és csíkszeredai dokumentációs kiállítást, valamint a remetei Szárhegy 2015, illetve a borszéki Szárhegy 40 című tárlatot. Mivel az értéktárak idejét éljük, felhívta a figyelmet a Pest megye értékek című csíkszeredai és székelykeresztúri kiállításra. Idén sem marad el a csűrdöngölő gyermek és ifjúsági néptánctalálkozó, amelyet immár 29. alkalommal rendeznek meg a csíkszeredai szabadságtéren. A szelektív hulladékgyűjtésre hívják fel a figyelmet a megyeszékhely központi parkjában pénteken és szombaton. Hargita megye tanácsa EU-s pályázata által, az extrém sportok és kirándulások kedvelőinek pedig sziklamászást, barlangtúrát és buvárokkal történő nyílt napot szervez a megyei tanácshegyi mentőközszolgálata. A tájházak napján szombaton megyeszerte 23 helyszínen várják az érdeklődőket. Záró eseményként a Csiki Kamarazenekar ad jótékonysági koncertet május 13-án pénteken 20 órától a csíkszeredai Szent Ágoston templomban. A részletes program elérhető a képernyő látható oldalakon.